A szorgos kezek 2000 lángost sütöttek. Az eseményen összegyűlt pénzből mások mellett a rászoruló gyermekeken szeretnének segíteni, mondta Kudlik Zoltán, a fesztivál szervezője. Ebből az összegyűjtött összegből több helyre szeretnénk juttatni, szeretnénk támogatni az itt élő nehéz sorsú gyermekeket az iskola kezdésre. Ezen kívül szeretnénk a városban működő autista szervezetet is támogatni. Szabadka területén ez az egyik legjobb hangulatú rendezvény. Mindenkinek jó érzés, hogy már lehet ilyen és ehhez hasonló eseményeket szervezni, nyilatkozta dr. Pásztor Bálint, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke. Azért fontos a Buckai Lángos Fesztiválhoz hasonló rendezvényeknek a sorozata, mert az emberek beszélgethetnek, jól érezhetik magukat, a gyerekek fölléphetnek. Végre vége van annak az időszaknak, amikor négy fal között kellett bent ülni, meg ötnél több ember nem gyülekezhetett. Mások mellett felléptek volna a Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület néptáncosa is, azonban erre a hirtelen jött eső miatt nem került sor.